Sok szeretettel köszöntök mindenkit, most hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap mást, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Eddig szól a mai evangéliumi történet, amelyben azt láthatjuk, hogy Jézust nagyon sok ember követte, nagyon nagy tömegek voltak, akiket érdekelt, hogy ki is az ő személye, és mit is kínál az emberek számára. Viszont ezek között, a követők között nagyon sokan voltak, akik felszínes okokból követték Jézust. Hallották a hírét, hogy van egy tanító, aki nagy csodákat tesz, meggyógyít embereket, megszaporítja a kenyeret, és ezzel megeteti a sok ezres tömeget. És amikor ezt hallották, akkor ők nem azért mentek, hogy valami mélyebb tanítást kapjanak Jézustól, hogy az élet értelmére keressék a választ, hanem vagy azért, hogy ők is lássanak valamilyen csodát, vagy azért, hogy ők is részesüljenek belőle. Vagyis nem Jézus személye vonzotta őket, hanem pusztán a csoda, amelyeket Jézus tett. Pusztán ezek a hírek, amelyek fölkeltették az érdeklődésüket. És nyilván innen még vezethetett volna út oda, hogy elmélyüljenek, hogy megtapasztalják Jézusnak a személyében rejlő erőt és vonzást, viszont ez az embertömeg nem így tett. És Jézus is fölhívja erre a figyelmüket, olyan példákat hoz a zsidó nép történetéből, amikor bár nem maga Jézus jelent meg, hanem csupán egy-egy próféta vagy nagy király, Salamon király, akinek hatalmas bölcsessége volt, vagy éppen Ninive lakói előtt Jónás próféta, aki Istennek a bűnbánatra felszólító üzenetét hozta el. Ők mindketten Istent közvetítették az emberek számára, és a korabeli emberek, Jónás esetében Ninive lakói, Salamon esetében pedig dél királynője, mind a kettőjük esetében a körülöttük lévő emberek fölfogták, hogy itt valami többről és nagyobbról van szó, és megértették a mélységet, hogy itt ezeken a személyeken keresztül ők magával, Istennel találkozhatnak. És Jézus azt mondja a tanítványainak, ezeknek az embereknek, hogy nekik is erre a mélységre kell eljussanak. Nekik is a saját hitüket el kell, hogy mélyítsék. Sokszor mi is megelégszünk a felszínes dolgokkal az életünkben, és az Isten kapcsolatunkban is, viszont Jézusnak a mai szavai arra kell, hogy indítsanak bennünket, hogy megvizsgáljuk, hogy mik az igazán mély és értékes dolgok az életünkben, és hogy hogyan tudunk ezekre a mélységekre eljutni.